Sümegi sajtótájékoztató keretén belül hozták nyilvánosságra a Balatonfüredi Tankerületi Központ sikeres pályázatát, melynek keretén belül a sümegi járásban három iskola felújítása is megtörténik. Szabó Lajos Konrád, tankerületi igazgató ismertette a részleteket. Elmondta, az elsődleges cél, hogy az intézmények nevelési-oktatási eredményességét fokozzák, az iskolák szolgáltatásainak minőségét e pályázat által is javíthassák. Olyan beruházások valósulhatnak meg, amik nem építési engedély köteles beruházások. Gyakorlatilag mind a három intézményben közel 50 millió forint áll rendelkezésre a pályázat keretében. Más-más tartalmak fognak majd megvalósulni. A sümegi iskolában megvalósuló fejlesztéseket az igazgatónő így foglalta össze. Nagyon örültünk ennek a pályázati lehetőségnek, hogy megújul az infrastruktúránk. Tehát azon túl, hogy ez az épület a tető rendbetételén túl egy hőszigetelést is kap, a földszinten lévő, a gyerekek is tudják, a kollégák is így emlegetik, úgynevezett kék tornaszoba, teljes mértékben megújul a teljes öltözői infrastruktúrával együtt, és ide vadonatúj öltöző bútorok is kerülnek. A nagy tornaterem szertárával volt rengeteg gondunk, ez is benne van a pályázatban, és három helyen folyik az oktatás, a testnevelés órai oktatás, tehát az említett nagy tornatermen és a felújításra váró úgynevezett kék tornaszobán kívül van egy szintén tornaszobánk, és annak a vizes blokk és öltöző része is felújításra vár. Ezen kívül a zöld övezeti programként, ami a pályázatnak a része, hát igazából tudjátok gyerekek, hogy zöld övezetünk egy egészen kicsike van ott az épület sarkában. Ott egy régi széntároló volt, viszont ezt most már elbontották a cég munkatársai, illetve itt a tetőn végeztek munkálatokat. Oda elképzeltünk, megálmodtunk a kicsiknek, az első negyedikeseknek, akik egész nap itt vannak az iskolában, egy úgynevezett babaházat. Tehát ők ott majd jó időben nagyon-nagyon kellemesen eltöltik a szabadidejüket, befüvesítik nekünk azt a területet, és ott akár ilyen kis pokrócos plusz foglalkozásokat is tudnak tartani. És ugyanígy még a pályázat része egy udvari játékeszköz beruházás. Nagyon körültekintően tudtuk előkészíteni ezt a pályázatot a tankerület referens kollégáival együtt, hogy a kicsiktől a legnagyobbakig olyan eszközöket találtok itt, egyet emelek ki, a nagyon népszerű kondi, szabadtéri kondi parkot, amit majd használni tudtok szeptembertől, hogy úgy gondoljuk, hogy még inkább kiteljesedik a gyerekek mozgáskultúrája az iskolánkban. A projekt keretében a kivitelezők kiválasztása már meg is történt, a munkaterület átadás átvétele is lezajlott. Az ütemtervnek megfelelően haladnak. A munkák a nyári szünetben fognak igazán látványos szakaszba érni. A kivitelezés szeptemberre be is fejeződik, a következő tanévben a diákok már a megújult iskolában kezdhetik a tanulást. A projekt teljes befejezési határideje 2018. október 31.